Október 9. Hogy levetkőzzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megromlott a csalárdság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint. Irigység, gyűlölet, gyanúsítás, rágalmazás, kapzsiság. Olyan terhek, akadályok, amelyeket a kereszténynek el kell vetnie, ha győztesen akarja megfutni pályáját az örök életért. Minden szokást vagy hajlamot, mely bűnre csábít vagy szégyent hoz Krisztusra, le kell vetni, kerüljön bármibe. Senkin sem nyugodhat meg Isten áldása, ha megsérti az igazság örök alapelveit. Ha csak egyetlen bűnt is melengetünk, elegendő arra, hogy jellemünket lealjasítsa, és másokat félrevezessen. Mindenki győzelmet arathat, ha komolyan igyekszik, és kitartással harcol. Nem csak a gyorsé a futás, nem csak az erős nyerhet csatát. A leggyengébb szent épp úgy elnyerheti az örök élet dicsőséges koronáját, mint a legerősebb. Mindenki győztes lehet, aki Isten kegyelméből alárendeli életét Krisztus akaratának. Azt, hogy az élet minden viszonylatában megéljük az Isten igéjében lefektetett alapelveket, némelyek lényegtelennek tarthatják. Olyasminek, ami csekélység, ami figyelemre sem méltó. Azonban a kockán forgó tétre való tekintettel semmi sem csekélység, ami segíthet vagy gátolhat. Minden egyes cselekményünk súlyosan esik alatba, győzelemre vagy vereségre. Sőt, a jutalom, melyet a győztesek elnyernek, arányban fog állni buzgalmukkal, komolyságukkal, amelyet a küzdelembe vetettek.